Szeretettel köszöntöm Önöket, a nálatok Mizut látják. A mai műsorban a fehérvári zenei élet ismert egyéniségeit hívtam meg. A stúdióban köszöntöm Mics Marcit, zenészt, zenetanár. Köszönöm, én is köszöntöm a kedves nézőket. Itt van velünk Ruf Tamás, a Székesfehérvári Helyőrségi Zenekar vezetője, és most már az Alba Régia Szimfonikusok igazgatója is. Szia Szilvi, köszöntelek, és a nézőket is természetesen. És itt van velünk kollégám, Bokányi Zsolt Boka, aki hát zenész is, és hát majd a kollégaságról beszéljünk, mert hát itt egy méterre dolgozol tőlünk, tulajdonképpen a médiacentrum berkein belül egy kalap alatt. Szia Szilvi, és én is köszöntöm a televízió nézőket. Hát köszönöm, hogy itt vagytok. Mindenképpen szeretném, hogyha itt a műsor elején beszélgetnénk arról, hogy hogyan ért titeket az elmúlt időszak, hiszen ugye mindannyian a zenének, hát az életetek szerves részét képezi a zene. Mondjuk a műsor kapcsán, talán műsorok kapcsán is lehet, hogy egy picit érintve lehettek a műsoraid, majd beszélünk erről. És hogy a munkátokat milyen irányba befolyásolta meg az életeteket ez az egész helyzet, ami itt a múltunkban van. Reméljük. Mindenek előtt szabadjon gratulálnom a két kiváló zenész, mert ő tényleg zenészek, én meg csak szélhámos vagyok ebben a történetben, vagy hogy szokták mondani, hogy a Pál apostol mondta, hogy az apostolok között is a legkisebb, hát én most ebben a történetben akkor hadd mondjam, hogy a legkisebb vagyok, és gratulálok nekik, és bocsánat, hogy azonnal magamhoz ragadtam a szót, de én nagyon büszkén hadd mondjam el, hogy nagyon nagy dolog az, hogy hát ilyen világsztárokkal együtt, tehát körülbelül ugyanannyit zenéltem az elmúlt időszakban, mint Phil Collins nagyjából, tehát semennyit. És azért ezek óriási dolgok, hogy a Covid idején így egymáshoz tudtunk igazodni, tehát Phil Collins-szal ugyanannyit zenélhettünk, tehát gyakorlatilag nullát, de én csak így ennyit, és így bevezetőként, hát nem tudom, ti hogy voltatok ezzel. Marci, te hogy voltál ezzel a dologgal? Én is körülbelül annyit zenéltem, mint szerintem mindenki más ebbe a szakmába. Viszont én azt gondolom, hogy nem éltem ezt meg annyira drámaian. Nem mondom, hogy nem hiányzik, nem hiányzott a színpad, de próbáltam kreatív dolgokat csinálni. Most értem ez alatt azt, hogy a Mi Jazzben zenekarommal ugye új lemezt készítünk, számokat írtam, meg egyébként is próbáltam azért így leülni a hangszerhez, és kicsit azzal foglalkozni, hogy új szerzeményeket komponáljak. Én azt gondolom, hogy az, hogyha most így elmúlt másfél évre visszatekintünk, és azt csináltam volna, hogy otthon ülök, kesergek és puffogok azon, hogy miért nincs koncert, és nem igaz, hogy nincs valami megoldás erre, stb. Stb. Ettől nem lett volna jobb a helyzet. Nekem is adódott sajnos egy olyan problémám, amikor ez az egész indult, hogy a térdemet műtötték, elvesztettem két munkahelyemet, az állatmenhelyre mentem el több mint egy fél évig dolgozni, ami azért nem volt egy egyszerű, se fizikálisan, se mentálisan, de úgy érzem, hogy jól jöttem ebből ki, és én ezt csodáltam mindig, hogy, vagyis nem csodáltam, nem értettem, amikor olvastam Facebookon és az üzenőfalon a zenész kollégák mindig elégedetlenkedtek, hogy ők ezt nem értik, és követelnek valami segítséget, mert ők nem tudnak megenni, stb. Én azt mondom, hogy el lehet menni mindenkinek dolgozni, a munka az nem szégyen. Ahogy egyébként nagyon sokan tették is ezt a kollégáim közül, pizzafutárnak, építkezésre elmentek, köművesnek, tehát nagyon sok olyan munkát csináltak, ami abszolút nem a diplomájukhoz köthető. És én azt gondolom, hogy az, hogy leragadunk és sajnáljuk magunkat, meg puffogunk, attól nem fogunk egyről a kettőre jutni, és nem az a megoldás. El kell menni dolgozni, a többi meg jön magától, és azt kell talán a legjobban megbecsülni szerintem, hogy egészségesek vagyunk, meg mondjuk a családunk, környezetünk is az, mert ez a legnagyobb kincs, a többi az meg majd jön magától, én azt gondolom. Nálatok, Tamás, ugye nálad pont ez az új pozíció, ez most jött be. Hát reméljük, hogy itt már a járványhelyzet végéről beszélhetünk, de ugye pont a kellős közepén annak, amikor nem lehetett a szimfonikusokkal sem zenélni, meg hát a katonazenekarral sem, gondolom, illetve hát elvétve egy-egy olyan alkalom, amikor mondjuk egy-egy városi rendezvény volt, de hát nagyon rendezvény sem volt. Hát tulajdonképpen már ott sem, tehát hogy hosszú-hosszú hónapok óta semmi zenélésre nem volt lehetőség. Így magamban, ahogy hallgattam Marcit, érdekes, ő azt mondta, hogy elveszített két munkahelyet, nekem meg hirtelen lett kettő, tehát hogy érdekes, az élet valahol mindig egyensúlyba hozza a dolgokat a nagy egészben. Hát
Nekem személy szerint nagyon hiányzik a zenélés, tehát hogy nagyon-nagyon, azt mondom, az elmúlt 30 évben én színpadon voltam folyamatosan, különböző formációkkal, kisebb, nagyobb zenekarokkal, hivatásos zenekarral egyaránt, nekem nagyon-nagyon hiányzik, hogy egészen más nézőknek zenélni. És most mindegy is, hogy hangszeren zenélünk, vagy ez vezényléssel történik, vagy adott esetben készítünk egy hangszerelést, és akkor azt eljátsszák. Én azt mindig nagyon élvezem egyébként, hogy nagyon-nagyon szeretek hangszerelni, és a legnagyobb csoda benne mindig az számomra, amikor megszólal, és tényleg megszólal. Tehát, hogy ez mindig egy lutri, hogy az ember megcsinálja, a legjobb tudása szerint, szívéből, lelkéből, de ott van az első visszaigazolás, hogy eljátsza a zenekar, és látjuk a zenészek szemén, hogy ez most nekik tetszik, vagy nem tetszik, vagy rutinból bólogattak, vagy úgy valóban betalált, és a következő pedig, amikor a nézők, ugye vagy tapsolnak, vagy nem. Hál' Istennek azért szoktak. Szóval nekem hiányzik a zenélés, és azt hozta az élet számomra, hogy talán a lehető legnehezebb időszakban vettem át egy komoly kulturális intézménynek a vezetését. Így volt néhány ismerősöm, aki megkérdezte, hogy én most ezt így komolyan gondolom, hogy miért pont most, tehát miért a legnehezebb időszakban, mert most jött el az ideje. Ennyi a válasz erre. Én nem mentem el pizzafutárnak, ellenben amikor jöttek hozzánk elvétve vendégek, mert tényleg aztán otthon is le volt zárva minden, tehát senki nem is akart menni sehova szerintem. Amikor megjelentek, akkor egyből megjegyezték, hogy hú, de rendben van a kert. És akkor mondtam, hogy igen, mert végre sikerült. Ez most már történelem, mert ez tavalyra volt igaz. Most egy kicsit úgy vennék benne szívesen, de szóval hiányzik, és nem tudom, hogy mikor fogunk tudni valóban megint hosszú távon zenélni, de már nagyon, nagyon várom és tervezünk. A tavalyi év nekem arról szólt, hogy koncerteket és fesztiválokat terveztünk, szerveztünk kollégáimmal közösen, majd elmaradt. Megszerveztük, megterveztük a következőt, majd elmaradt. És egy idő után azért ez, hát azért lerombozó tud lenni, akárhogy is nézzük. Igen, folyamatosan az újra tervezésen kellett gondolkodni. Így van. Nálad, Zsolti, itt a rádióban, ugye azt mondtam, hogy itt a médiacentrumban együtt dolgozunk, de hát tulajdonképpen túl sokat nem látjuk egymást, mert ugye a rádióban vagy, én a tévében, de ettől függetlenül, miután a tévében is vannak műsoraid, illetve műsorod, majd beszéljünk erről egy picit, mennyiben, picit. Akár sokat is, hogy mennyiben tudtad ezt is mondjuk megszervezni, hogy ez így összejöhessen, mehettek-e ez alatt az időszak alatt a műsorok, mert úgy láttam, hogy ezért mentek. És a rádió műsoraidat mennyire kellett átvariálni? Gondolom a vendégek miatt azért nem volt olyan egyszerű. Hát kezdjük a tévével. A tévé egy óriási ajándék volt ebben az időszakban, mert itt a stúdióban ugye mindenféle biztonsági előírások mellett, de tudtunk zenélni. Tehát azért ez egy óriási dolog volt, hogy össze tudtunk jönni, és egyszerűen működött a muzsika, tehát nem az volt, tehát ugye 2-3 hetente, még akkor is, ha csak 4-5 dalt játszottunk el, de nagyon nagy dolog volt. És igazából ez azért úgy a mérleg másik oldalát egy picit úgy próbálta egálba hozni. A rádióban mi nagyon professzionálisan próbáltuk megoldani, hogy egyemberes beszélgetésekben voltunk benne, ha lehetett, akkor inkább telefonoztunk. Tehát igazából a rádió életét is felborította ez az egész őrület, de ott talán könnyebb volt olyan szempontból megoldani, hogy technikus nélkül dolgozunk, mindenki magának kever, ha szükséges volt és a vendéget nem tudtuk leszervezni, akkor telefonoztunk. És így ilyen formában nem borította fel a média munkáimat, mondjuk így a médián belüli munkáimat a Covid, annál inkább a rendezvényszervezést, a színpadi munkáimat és minden mást egyébként. És a Marcit én nagyon-nagyon tisztelem azért, amit végigcsinál, tehát ő amit elmondott, ez egy óriási dolog. És ugye a Tomi is említette, hogy viszont tehát egy egalizálódnak ezek a történetek. Én azt tudnám mondani, hogy mégis azt mondjam, talán a legnehezebb ebben az egész ügyben az volt, hogy nem tudtunk rákészülni. Tehát nem az volt, hogy volt egy átmenet, amiben át tudtál rendeződni, átkapcsoltad a berendezést, növesztettél egy harmadik lábat, hanem mint egyszer csak egy tűzfalnak csapottál és dur bele, és akkor onnantól kezdve szó szerint egyik napról a másikra megszűntek a bevételek, a lehetőségek, a stb. Ezzel együtt viszont ott maradtak a kiadások, ott maradtak a... Hát most
most nem akarok egy ilyen közgazdaság tanirányába elmozdulni, de képzeld el azt a vállalkozót, azt a zenészt, aki vállalkozó formában csinálja, a vállalkozásának a kiadásai, még akkor is a rengeteg kedvezmény megjelent ezzel kapcsolatban, de ugyanúgy ott vannak, tehát most csak egy buta példa, egy bankszámla vezetési díj, vagy a számla vezetési díj, az ugyanúgy ott van, ha van bevétel, ha nincs bevétel. De ezzel együtt is tényleg azt hiszem, hogy a Marci logikája szerint az a jó, ha nem panaszkodunk, hanem hálát adunk azért, ami van. De azért újabb megoldásokat sikerült így kitalálni, mert hát mondtad is, ugye, hogy a műsort is azért átalakítva, de meg tudtátok csinálni, bár ugye újra tervezni kellett, és ugye a ti szakmátok az pont az, ami ugye nem az a egy nap alatt átrendezős ténynek, hanem mondjuk előre kell gondolkodni, ugye szervezni. De nálad például azt láttam, hogy online is gondolkodtál, meg hát nyilván nálatok ott az iskolában a zenélést, azt online kellett megoldani. Igen, az oktatás is online formában zajlott. Ugye én több iskolában is tanítok, ami megint egy olyan dolog, amiről órákig lehet beszélni, hogy mik az előnyei, mik a hátrányai. Igazából előnye talán csak az, hogy kényelmes, és mondjuk nem kell otthonról elmenni. De ez ilyen zene oktatásnál azért ez tényleg borzasztó. Tehát amikor hangszert együtt kéne játszani, meg, tehát hogy azért ezt igazából nem lehet, és azért ez elég nehéz volt, meg maga az is, hogy a diákokkal nem találkoztam nap, mint nap, és ez nem csak nekem volt rossz, hanem az egyetemen is a diákok tényleg hétről hétre láttam rajtuk, hogy teljesen összeomlottak, és már alig akarnak szólni két szót, mert annyira el voltak keseredve attól, hogy nem tudnak bemenni, és nem tudunk úgy találkozni, ahogy azt tettük előtte. És azért ez nehéz volt, hogy őket is egy kicsit bíztatni, hogy tartsatok ki, és hogy jobb lesz, és igazából most hiába mondtam azt, hogy jobb lesz, mert nyilván senki nem tudott semmit arról, hogy ennek mikor lesz vége, hogyan alakul, és igazából a kodolányi nem is tudtak aztán a diákok bejönni személyesen órákra, mert ugye mire feloldották, addig, hogy gyakorlatilag ott elkezdődött a vizsgai időszak, most ott annyit tudtunk tenni, hogy jövő héten lesz egy olyan teljes hét, amikor minden tanár vállalta, hogy bejön és egy délelőtt kurzusokat tart a diákoknak, hogy azért mégsem úgy menjünk el nyáron, hogy nem találkoztunk és ilyen nagyon rossz szájízzel. Én remélem, hogy ez valamennyit segíteni fog a diákoknak, mert tényleg azért ez az elmúlt másfél év az elég borzasztó volt ebből a szempontból is. És az jut eszembe ez a szép kis idézet, a zene nélkül mit érek én? Ugye itt ez a ti életetekben ugye hát ez mindenképpen egy olyan mérföldkő volt, ami szerintem azért a jövőre nézve is egy kicsit úgy átgondolásra késztett titeket. Így van ez? Én beszélek a legtöbbet eddig. Beszélj nyugodtan! Már csak azért, mert nagyon jó, hogy ezt hoztad fel, ezt a zene nélkül mit érek. Most ennek azért bele lehet menni a mélységeibe is, tehát azért nagyon fontos, hogy nyilván egy zenész, vagy egy zenével foglalkozó szakember, vagy egy zenével foglalkozó ember életében nagyon fontos, hogy domináns tényező a színpad, a zene, a muzsika is egyáltalán, de örülök, hogy ezt a zene nélkül mit érek én kifejezést hoztad elő, mert kiderült, hogy zene nélkül is igenis értékes emberek a muzsikusok. És azért jó, hogyha tényleg nem kezdünk el most itt nagyon keseregni egy ilyen kétségbe esett műsort csinálni, úristen, mi lesz velünk, mert igenis az kiderült, hogy azért ez egy túlélő társaság, tehát én most nem tudok, vagy bizonyára van, és elnézést kérek a nézőktől, tőled is, és mindenkitől, de nem tudok még egy olyan szakmát, ami ilyen hirtelen lett volna kénytelen váltani, és a benne élők ilyen hirtelen lettek volna kénytelenek valami más megoldásból megoldani a bevételeiket, és most nagyon egy szentségtörést fogok elkövetni, elnézést kérek érte, de viszont azért a szakmának ez a fajta megtisztulás is nagyon hiányzott. Tehát én azt gondolom, hogy talán az sem baj, hogy egy kicsit megállt ez a történet. Tehát most gondoljunk bele, és azért nagyon őszintén vizsgáljátok meg ti is, hogy azért, amikor elképesztően ment, és mindenhol, minden sarkon volt egy rendezvény, minden színpadon álltak zenészek, vagy zenészeknek mondott emberek, vagy olyanok, akik ebből próbáltak valamiféle hétvégi bevételt generálni. Hányszor panaszkodtunk, hogy hát ezek az úgynevezett megélhetési muzsikusok, akiket most idézőjelben is nem bántva, de hogy veszik el azoktól a... Én azt gondolom, hogy egy nagyon kedves barátom mondta, hogy megtizedelődött a szakma,
és akik egyébként ebből nem olyan mélyen, vagy akik ezt nem olyan mélyen élték meg a zenész létet, azok egészen valószínűleg kihullottak, és bocsánatot kérek mindenkitől, de lehet, hogy ez nem baj. Tehát lehet, hogy azzal együtt, hogy keserves egy év, másfél év, mennyi volt ez olyan másfél év körül, ugye? Tehát ezzel együtt én mégis azt mondom, hogy lehet, hogy nem akkora baj, hogy egy picit talán megtisztult ez a dolog, azzal együtt is, hogy biztos vagyok benne, hogy sok család nehezen élte meg, és a többi is, nehogy félreértse bárki, tehát nem a megmondó ember akarok lenni ebben, de lehet, hogy nézzük a jó oldalát is, hát akár innen is lehetne ezt így vizsgálni, nem tudom. És még erről az jut eszembe, hogy ugye nekünk, ugye most én tőletek kívülálló vagyok, mert én aztán a zenéhez egyáltalán nem értek, maximum hallgatni szeretem, meg táncolni rá. De hogy, hát akkor hogy, értesz hozzá. Hát élvezni szeretem, de hogy nekünk azoknak, akik mondjuk titeket hallgatunk, számtalan rendezvény, még az időszámításunk előttről beszélek, rendezvény kínálat volt, és szinte már meg sem tudtuk becsülni, illetve nem tudtunk, annyi választási lehetőség volt, hogy nem tudtuk értékelni azt, hogy mondjuk van egy katonazenekari fesztivál. Jó, de tudtuk, mondjuk pont rosszat emeltem azért ki. Azért ott 3000 ember rendszeresen igen, értékelte. Tehát ezt pont rosszat emeltem ki, mert azért ez egy közkedvelt fesztivál mindig is, és az is lesz szerintem, de tényleg lépten nyomon voltak mindenféle fesztiválok a városban, akár a jazz fesztiválról beszélünk, bármi olyan rendezvény, amire itt volt az adott lehetőség, és mindig lehetett menni. Most meg azért már várjuk. Ez így van, de én azt gondolom egyébként, hogy nem is feltétlenül az a baj, hogy sok a rendezvény, és ugye amit a Boka mondott, hogy jó egy kicsit, hogy megtisztul ez a piac, és valóban ez a leállás nem feltétlenül volt rossz, én is ezt gondolom. Én inkább abban látom a problémát, hogy sokkal inkább a mai produkcióknál, és nyilván ez abszolút egyenesen, arányosan összefügg a technika fejlődésébe, de háttérbe szorult a tehetség és a zenei tudás. Az, hogy valaki játszik a hangszeren, mert ha visszamegyünk akár ugye beat korszakba, Illés, Omega, Metro, stb. Ezek a zenekarok, lehet őket nem szeretni, vagy biztos maiak közül vannak, akik megmosolyogják, hogy jó, 3-4 akkord. Igen, de azt a 3-4 akkordot ők megtanulták, és kimentek, és azt élőben eljátszották. És de mindegy, a lényeg a mondani valómnak az, hogy háttérbe szorult a tehetség, és rengeteg nagy színpados produkciónál féltehetséges zenészek állnak, játszanak, jó esetben játszanak valamit, de ez is elég ritka, mert ugye hát nagyon sok minden szó most már ugye számítógépről, és ez régen nem volt. Akár, hogyha visszamegyek egy 20-30 évet az időbe, azért egy Cserháti Zsuzsa mögött, a Charlie mögött nyilván még most is, de hogy egyáltalán ez nem volt divat. Tehát mindig is a legjobb képzett zenészek álltak, ha esetleg a front emberek nem is voltak mondjuk zenének annyira képzettek, de hogy az egy bevett szokás volt, hogy a legjobb hangszeres embereket hívták zenekarnak. Ez volt a szokás, és ez így volt jó, és azt gondolom, hogy ez így is van jól. És ez mára teljesen megváltozott. És én szerintem ez gond, és ez probléma, hogy olyan emberek állnak a színpadon, akiknek még nagyon sok évig otthon kéne gyakorolniuk, vagy talán soha az életben nem kéne színpadra állniuk, mert egész egyszerűen nem értenek ahhoz, amit csinálnak, és szerintem ez egy elég nagy probléma. Beszéljünk egy picit arról, hogy ti hogyan csöppentetek bele abba, amit most csináltok. Ugye, ha már nálad volt a szó, akkor vissza is adnám, mert hogy nálad köszönöm. Ugye a családi indítatás azért az eléggé ott volt és jelen volt. És hát ugye nálatok ugye az egész család zenél, most már aztán lassan mindenki. Igen, nagymamám is most már. hogy kezdődött, picit mesélj erről, és hát ugye nagyon sok mindenben benne voltál, benne vagy a mai napig is, nagyon szép eredményeket értél el, és nagyon sok színpadon lehetett már téged látni. Igazából nem tudom, a családban nem volt zenész senki, apukám ugye ő, az első diplomája, eredeti diplomája, az egy magyar énekszakos tanári diploma volt, és hogy miért akarta annyira azt, hogy mi zenészek legyünk, ezen sokat gondolkoztam, mert lehet, hogy meg kellett volna kérdeznem, de én arra gyanakszom, hogy annak idején ugye a megyei művelődési központban dolgozott, és ugye akkor a Mohai Tomi, a Mohai Vörös Trió, a Faxni zenekar akkor indult.
és ugye ő szervezte ezeket a koncerteket, és nyilván ő is látta, hogy fú, hát ez a színpadon állni, meg ilyen magas színvonalon zenélni, az milyen jó dolog, és egész egyszerűen 4 évesen odavert engem a furujához, a bátyámat a csellóhoz, de ez lehet talán szó szerint is érteni, mert azért elcsattant egy-két pofont, ami akkor azért nem esett jól, meg voltam sértődve, de úgy gondolom, hogy ez akkor így volt jó, és így kellett csinálni. És ő abszolút zenésznek nevet minket, anyukám matek fizika szakos tanár volt, és én nagyon becsülöm azért, hogy soha nem mondta azt, hogy de hát Péter, te nem gondoltál arra, hogy nem biztos, hogy ők zenészek akarnak lenni, vagy esetleg nekem is van valami más tervem. Tehát ő abszolút apukám mellé állt, és 100%-ig támogatott minket mindvégig a zenei pályánkon, és ott volt, amíg élt, az összes koncertünkön, és nagyon büszkén végighallgatta. És hát ugye aztán jöttek az iskolák, ugye a Kodály Zoltán zenei iskola, ugye aztán 12 osztályos lett, én ott maradtam, azért nagyon erős alapot adott. Utána a Lausmann Gyula zeneművészeti szakközépiskola, utána ugye a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem. És aztán ugye nekem saját zenekarom mindig volt, 13 éves korom óta, azt most már Miss Jazzbennek hívják, és ugye most már 13 éve ebben a felállásban játszunk, amit nagyon szeretek, és nagyon örülök neki, hogy ilyen zenészekkel tudok együtt dolgozni. És igen, én nekem azért elég korán sikerült olyan zenekarokba a könnyű zenéből bekerülni, amit nagyon élveztem. Ugye 18 éves volt, amikor a Quimby-be volt egy 2,5 év, volt a Pannonia, a Ska Orchestra, akkor volt ugye a Unisex, volt a Subbase Monster, a Király Viktornál is mai napig helyettes vagyok, Tóth Vera, a United. Tehát, hogy ezek persze nagy élmények, de azért én azt gondolom, hogy én alapvetően jazzzenész vagyok, és én azt a zenét szeretem a legjobban játszani, és én onnan jövök, és nekem én azért szeretek zenélni, mert mindig tényleg, amikor volt ez a nem túl könnyű másfél év, de amikor az ember szomorú, akkor olyan jó érzés, amikor mondjuk leül a zongorához, vagy mondjuk én mondjuk volt, hogy leültem a zongorához, mert valamennyire tudok zongorázni, nem vagyok zongorista, de hogy én azt érzem, hogy olyan, mint másoknak, amennyi sírni nem igen szoktam, hogy az érzelmeket a zenén keresztül, akár csak otthon, pláne elmúlt másfél évben, ki tudom adni magamból. És utána felállok a negyed óra után a zongora mellől, és sokkal megkönnyebbülve érzem magam. És ez a világon a legnagyszerűbb dolog, amikor tényleg a zenén keresztül így az érzelmeket lehet közvetíteni. Most nyilván az elmúlt másfél évben a közönség felé ezt nem lehetett, de a magam számára is ez egy olyan jó dolog volt, hogy ha jó kedvem volt, akkor úgy játszottam, ha szomorú voltam, leültem, és akkor utána az a lényeg, hogy fölálltam, és utána minden jó volt, és egy borzasztó pozitív impulzust adott maga a zene. És azért már hosszú évek óta tanítod is. Hát igen, tanítom is. Igazából 18 éves korom óta tanítok folyamatosan. Ugye alapfokon a Pillár Zsuzsánál tanítottam nagyon sokáig, nagyon sokat köszönhetek neki a Csitári Emil Művészeti Iskolába, aztán tanítottam 2 évig a Hangszintér, Bodajki Hangszintér Iskolába, és ugye a Kodolányi Egyetemen is most már 12-13 éve tanítok, és ugye jelenleg a Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium, és aminak vagyok, alapfoknak vagyok az igazgató helyettese, és természetesen ott is tanítok, úgyhogy én szeretek tanítani, mindig is szerettem tanítani. Ez az igazgató helyettesi megbízás, ez hogy ért? Most ez idén nagyon aktuális. Váratlanul ért igazából, mert ugye említettem azt a nehéz időszakot, amikor az állatmenhelyen dolgoztam, és az nem volt túl építő lelkileg, és ugye színpadra se tudtam állni. És nem tudom, tehát nyilván én is szerettem volna munkát keresni, mert a tanítás mellett a menhelyet már nem tudtam csinálni, és a párom a tankerületben dolgozik, és ő mondta, hogy keresnek igazgató helyettest, egyébként több iskolába is, és akkor valahogy szóba került ott a nevem, és akkor mondták, hogy fú, hát a Micsmarci, ez nagyon jó lenne, hogy akkor a Hermannba el tudna jönni, és akkor, mert oda pont kerestek ugye az alapfok igazgató helyettes. Tehát gyakorlatilag ugye a Király Istvánt váltottam, aki jelenleg most az igazgató, mert ő volt eddig az alapfok igazgató helyettese. Csak ez egy nagyon nehéz munka. Itt a beszélgetés előtt pont említettem neked is, hogy
lehet, hogy sokan azt gondolják, hogy egy igazgató helyettes ül egész nap egy bőrfotelbe és osztja az észt a tanároknak, vagy nem tudom. A nem, ez gyakor... És egyébként tényleg azért is nézek így. De valójában ez egy kőkemény adminisztrációs munka, amiben rengeteget kell még tanulnom és fejlődnöm. De én azt gondolom, hogy a tankerület, amikor bizalmat szavazott nekem, akkor nem a informatikai képességeim miatt gondolták, hogy jó lennék oda, hanem nyilván a múltam miatt, a pedagógia és a zenei múltam miatt, és nyilván próbálok mindenkinek mindennek eleget tenni, és megtanulni azt a részét is, amit kötelező és kötelességem megcsinálni, mert nyilván ez alól nincs kibúvó. Remélem, hogy belejövök, és hogy működni fog ez hosszú távon is. Hát szurkolunk neked ehhez. Köszönöm. Tamás, hát most ugye már többször emlegettük, hogy neked is az új megbízatásod most jött, na de azért hosszú-hosszú évek munkája kellett ehhez, nagyon-nagyon sok év, és hát a trombita az meg már gyerekkorodban beleragadt a kezedbe, ha mondhatjuk így. Hát igen, hát azért nem is ragadt bele, de az egy ilyen örök szerelem, igen. Hát hogy a mai napig tehát képes vagyok, tehát hogyha megy otthon a tévé, akár csak háttér zörejként is, és teljesen ki tudom zárni a tudatomból, de amint meghallok valami trombitát, akkor óhatatlanul oda. Először a fülem fordul oda, és aztán utána teljes teste, hogy hopp, mi történik. Szóval ez egy ilyen örök szerelem. És igen, úgy indultam neki a szakmának, hogy zenekari muzsikus szeretnék lenni, és színpadon lenni, és lehetőleg egy minél nívósabb zenekarban zenélni. Az indulás sem volt egyébként egy mindennapos és egy szokványos indulás. Mi kisgyerekkoromban falun laktunk, Zala megyében, és ott Nagykanizsa környéki kisebb-nagyobb falvakban. És amikor beköltöztünk Nagykanizsára, szüleim munka kapcsán, tehát én munkakényszerből tulajdonképpen faluról városba költöztünk, és akkor életmódot és munkahelyet váltottak, és én bekerültem egy énekzenei általános iskolába, de hát mondták, hogy ez nem lesz egyszerű, mert hogy hát ezért itt már 2 éve tanulnak a gyerekek furulyázni, és hogy jó hallásom van, meg hallhatóan vissza tudtam énekelni, amit kellett, de hát hogy ez hogy fog menni, nem is tudják, hogy azt a furulya tanulmányokat hogy fogom én bepótolni, és eljött hozzánk az unokabátyám, aki zenész volt, és eljött hozzánk egy hétvégén, hogy azt akkor most egyenesbe rakjuk ezt a kérdéskört, és miközben, hát ugye azért hónapról hónapra egy-egy hangot tanulnak meg a gyerekek a furulya tanulmányaik alapján, vagy folyamán, ott meg már feleltek népdalokból, tehát népdalokat kellett visszafurulyázni tokkal vonóval, és én ott egy szombat délelőtt alatt engem az unokabátyám megtanította arra, hogy ja, figyelj, de akkor na, ezt nagyjából így kell fogni, ezek a hangok, ez a nóta, és hát nem mondom, hogy egyszerű volt, mert elég hatékony módszere volt, mert azt mondta, hogy megmutatta tényleg becsülete, hogy melyik fogás hogy van, és amikor egyszer végig szenvedtük a népdalt közösen, akkor mondta, hogy na jó, akkor tudsz mindent, én kimegyek, beszélgetek anyákdékkal, majd egy óra múlva találkozunk, addig tanuld meg. És ez megtörtént, és akkor én hétfőn mentem énekorán. Most nem emlékszem, hogy ez általános iskola második végén, vagy harmadikban valamikor, de valahogy így történt, talán harmadikban. És jött a felelés, és kérdezték, hogy akkor ki szeretné felmondani. És hát ahogy a filmekben mindenki így összement a padba, én meg így jelentkeztem, hogy én. És így néztek, hogy nem, hát az egészet el kell játszani. Tudom, hát el szeretném játszani. És akkor az így sikerült, és hát szerintem valahol itt indult az én zenei pályám, hogy akkor még nem éreztem ezt a dolgot ilyen nagy, úgymond hőstetnek, csak utólag visszagondolva így a tanítónéninek az arcára, hogy azért ezt így hirtelen nem tudta hova rakni magában, mert azt mondta, hogy de te pénteken még, azt mondtad, hogy nem tudsz furulyázni, mert pénteken még nem tudtam. Szóval, hogy valahol itt indulhatott, és aztán, amikor meg zeneiskolába iratkoztam, ott ugye lett a trombita, és ez így végigkísérte az életemet, és közben azért sok minden történt, én is tanítottam, egy évtizedet tanítottam trombitálni a gyerekeket,
meg furujázni is természetesen, de főleg a megadatot, hogy nekem többnyire trombitás növendékeim lehettek, és nagyon sok zenekarban tudtam játszani, tulajdonképpen a jazz rock, funky zenekarokon át a szimfonikus zenekarig szinte mindenhol zenélhettem, és most itt vagyunk, hogy most épp egy szimfonikus zenekar vezetését bízták rám. Ugye Székesfehérvár az, hát nem egész életedben éltél itt, az hogy jött az életedbe, meg hát a színházban is ugye karmesterkedés? Hát én Székesfehérváron, igen, először a színházban zenélhettem, egy musical zenekaron keresztül, amikor életem első musicalét dirigáltam a Budapest Kongresszusi Központban, akkor rá egy fél évre jött ez a felkérés, hogy akkor Szomor György és Szurdi Miklós közös kezdeményezésére, ugye a Vörösmarty Színház műsorra tűzte itt Elton John féle Aidát, és az volt a kérés, hogy az a zenekar legyen azzal a karmesterrel. És egyszerűen ide kerültem, tehát ez a Szomor Gyurin keresztül. De közben, ha jól tudom, akkor még Kaposváron voltál egy katonazenekarnál. Így van, akkor én a kaposvári katonazenekarnak voltam először a karmester helyettese, aztán később már a karmestere. Én akkor így hetente négyszer mondjuk ingáztam Fehérvárra, vagy éppen Budapestre, mert ott is játszottunk. Aztán amikor úgy hozta az élet, hogy a székesfehérvári katonazenekar akkori karmestere nyugállományba vonult, akkor engem hívott a vezetés, hogy na, akkor itt az idő Kaposvárról Fehérvárra költözni. És én ezt a határozott felkérést, én ezt örömmel elfogadtam, és családostul ide költöztünk, és ennek nem olyan régen volt ez egyébként, 11 éve. Tehát körülbelül 15 éve vagyok itt Székesfehérvár zene életében jelen, hol kicsit, hol nagyon, de 11 éve élünk itt, és azóta vagyok itt napi szinten. Ez az új megbízatás, ez meg friss és ropogós. Milyen tervekkel állsz elé? Azt tudom, hogy kortárs, az nagyon benne van a gondolataidban. Igen, de nem csak ez van a gondolataimban. Tehát, hogy a gondolataimban az van, hogy szeretnék egy tényleg hosszú távon egy nyugodt, inspiráló alkotói légkört biztosítani a zenészek számára. Tényleg azt gondolom, hogy ez az egyik legnagyobb kihívás, ha lehet így mondani, egy intézményvezetőnek. Egy olyan menedzsmenti feladat, hogy a zenész tudjon koncentrálni arra, amire ő igazából hivatott, hogy ne legyenek napi problémák és gondok, ő zenéljen. Mi meg igyekszünk hozzá a hátteret biztosítani. Beszélhetnünk itt most szerintem hosszú perceken keresztül arról, hogy most akkor milyen zenét és milyen projekteket. Szerintem én arra tippelnék, hogy ez egy másik műsornak a témája inkább. Így hivatom meg magad a következőben. Persze, hát így kell profilni. Akkor ne is menjünk ennyire előre, viszont a 2019-es fesztivált, azt a bizonyosat, amikor a Depeche Mode-ból egy válogatást csináltatok, és hát őrületes siker volt, azt azért kiemelném, hogy lesznek-e azért hasonlóságok majd itt a szimfonikusok által, lesz-e valami megvalósítás, ami hasonló lesz ehhez? Biztos. Biztos. Azért fogalmaznék ebbe is óvatosan, mert az, hogy egy katonazenekari fesztiválon mondjuk a Depeche Mode átirat megszólalt, az egy olyan unikuma, amire joggal kapta fel a fejét mindenki. Én magam is, mert én soha életemben nem szerettem a Depeche Mode-ot, tehát hogy ez nekem így jött, hogy ezt ajándékba készítettem tulajdonképpen az akkori parancsnokunk számára, aki viszont rajongott, és a mai napig rajong Depeche Mode-ért, és úgy voltam vele, hogy szép ajándék és jó kihívás, egyben nézzük meg, mit lehet kihozni belőle, és nem akarok butaságot mondani, de szerintem 1 millió fölött van most már megtekintése. Tehát, hogy nekem azért nehéz ez a Covid helyzet különösen, mert én nagyon nem szeretem az internet világát. Tehát, hogy én
az a hagyományos típusú zenész vagyok, aki szeret oda menni a színpadra, szeret a nézőkkel egy légtérben lenni, szeretem, hogyha van rögtön visszajelzés, és ez az internetes, most legyen az streamelés, vagy legyen előre felvett dolog, ez nekem nem a világom. Miközben rá vagyunk kényszerítve, és teljes mértékben azon napi szinten ezen gondolkodom, és a kollégákkal együtt gondolkodunk, hogy hogy lehet ebből erényt kovácsolni, mert az tisztán látszik, hogy ezzel innentől kezdve muszáj lesz együtt élnünk. Csak egy kicsit visszakanyarodva itt még a covidos témára, hogy bennem most már nagyon hosszú idő óta nem az a kérdés, hogy milyen régóta csináljuk, és tényleg igyekszem, ahogy Boka mondta, hogy ezen nem bánkódni elsősorban, hanem tényleg tapasztalatokat gyűjteni és előre tekinteni, hogy hogyan tudunk ebből építkezni, hogy fordítsuk ezt a javunkra, kifejezetten mondjuk a zeneipar vagy a kulturális szektor tekintetében. De nem azon gondolkodok, hogy hú, már milyen régóta nem zenéltünk, bár ugye így indítottam a műsort, hanem azon, bennem is sokkal inkább az a kérdés, hogy még meddig nem zenélünk, és hogy meddig tart ez az egész folyamat. Hogy még hány év van előttünk ilyen, ami tulajdonképpen egy átmeneti időszak, azt gondolom. Tehát, hogy itt most nem, szerintem ez is szigorúan a magánvéleményem, hogy nem arról beszélgethetünk most, hogy túl vagyunk ezen a másfél éven is, de jó, hanem szerintem azért ez még nagyon-nagyon hosszú időkre nagy feladatot jelent. Az egész társadalomnak, de külön a zeneszakmának nagyon, hogy ebből hogy lehet egyrészt talpra állni, másrészt profitálni. Hogy ez egy nagy kihívás nekem, és a terveink között szerepel, hogy lehet az internet világát úgy a hasznunkra fordítani, hogy egyébként megmaradjon a maga az emberi arculatunk, és hogy megmaradjon a személyességünk, hogy ne bújjunk el úgymond a képernyő mögé, ne legyen közöttünk ez a fal. Lehet, hogy rosszul érzem, és megcáfolnak itt a kollégák, de én ezt nagyon így érzem, hogy most van egy fal a közönség és az előadó művészek között. Szóval, hogy ezek a terveim. Egy picit visszakanyarodva azért mégiscsak a kortársra, hogy érdekes, azért nagyon érdekes terület, mert a kortárs, tehát a komoly zenén belül a kortárs zeneművészet az egy kicsit a periférianra került, és szerintem azért egy kicsit méltatlanul mostohán kezel gyermek. Bár mondjuk nagyon tetten érhető azért az a folyamat, amikor ugye a kortárs művészet egyébként eltávolodott a közönségtől teljes tudatossággal, hogy művészet a művészetért, közönség megkortoljon, amit akar, és hál' Istennek ma én azt érzem, hogy igenis kezdenek visszatalálni és közelíteni a művészek a közönség felé, mert mégiscsak a közönségnek kell játszani, és ennek kapcsán nagyon sok ötlet van a kollégáinkkal közösen, hogy lehetne valóban közelíteni ezt a kortárs zenét és a kortárs művészetet és a közönséget, és hogy lehetne olyan projekteket csinálni, amire így felkapja a fejét mondjuk az országos szakma, vagy akár a nemzetközi, hogy hopp, valami történik Székesfehérváron. Hát kíváncsian várjuk. Depes mód feldolgozást kell csinálni, én ezt javaslom. És igen, akkor ez jó is, mert megint elkanyarodtam, hogy a depes mód, szóval azért erre ne számítson senki a szimfonikus zenekar kapcsán, mert azért az egy más műfaj, nagyon, nagyon érzékeny műfaj, nagyon, nagyon óvatosan kell hozzányúlni, hogy mik azok az arányok, amik egyébként amit elbír maga a szimfonikus zenekar intézmény és mint műfaj, hogy mennyire szabad a crossoverbe belemenni, és mennyire nem. Tehát, hogy sok zenekar kísérletezik ezzel, azt látom, és vannak, akiknek ez sikerül, és jól egyensúlyoznak, vannak, akik meg nem egyensúlyoznak, hanem egyszerűen profilt váltanak, én ezt nem szeretném. Na, egy picit beszéljünk még rólad is. Hát nálad Elvis az azért vitathatatlanul nagy befolyásoló tényező volt ugye fiatal korodban, illetve kicsit fiatalabb korodban, és Komár Laci, ha jól tudom. Igen, egy picit szabad reagálni. Persze. Itt ezek az előzők. Először is a szimfonikus, meg ha már egy szóba hoztad Elvis, az biztos tudod, hogy a 70-es évek Las Vegas-i show műsorában, ugye a Presley mögött egy óriási szimfonikus zenekar dolgozott, úgyhogy tehát én azt gondolom, hogy azért a szimfonikus produkciók, zenekarok gyönyörűen beleültethetőek a,
a mindenkori aktuál könyvzenébe. Tehát ez egy fantasztikus fúzió tud lenni. Egyébként tulajdonképpen ő volt az első, aki nagy szimfonikus produkciót vitt be óriási koncertműsorokba. Úgyhogy én nagy tisztelettel ajánlom magam a szimfonikus zenekar. Ne csak hülyéskedek, nem. Tehát, hogy én jövök a következő műsorba, de már megvan a együtt következő projekt. Igen, igen. Nem, tehát ezt csak azért mondtam, hogy ha már Elvis és a szimfonikus történet szóba került, és még egy gondolat most jutott eszembe, miközben hallgattam, hogy én is voltam katonazenész, mint kiderült. Te sem tudtál róla. De pontosabban, tehát nem direkt katonazenész voltam, hanem az Alba Régia laktanyában voltam sorkatona. Kiváló őrkatona voltam, nagyon szerettem, és egyszer kaptunk lehetőséget az akkori laktanya parancsnoktól, kiderült, mert talán valami tévéműsorban hívtak el bennünket, és megkérdeztek, tehát hogy kikérőt kaptam a Magyar Királyi TV-től. Kérdezzétek el is. És ki ez a fiú? Tehát, és akkor mondták, hogy ja, hogy te zenész, akkor az Alakuló téren kellett játszanunk, ilyen fém valamiből összetákoltak nekünk egy színpadot, és az első zenekarommal én az Alba Régia laktanya Alakuló terén játszottam, és akkor én katonazenészként éreztem magam. De ez csak tényleg, hogy meglegyen így a kötődés. Mit kérdeztél? Jó, elhiszem, Komár. Igen, szeretem őket. És hát ez egy életen át kihat a munkásságodra. Hát azért változunk, meg formálódunk. Ma már nyilván nem úgy rajongom akár a Presleyért, akár a Laci dolgaiért, mint annak idején. Másképpen, hát akkor még ugye a rajongó voltam, ma meg már inkább a szakmaiságukat vizsgálom. Egyébként aztán nyilván tudod is talán, hogy a Komár Lacival aztán éveken át dolgoztunk együtt a rengeteg műsorában, tehát ez tényleg ez egy nagyon szép történet volt. Elviszek kicsit kevesebbet, de hát ugye történt, ami történt. Szóval igen, nagyon szeretem őket, és nem titok, hogy inkább úgy mondom, az ő zeneiségük nagy hatással volt rám. Most nyilvánvalóan ugye nehéz dolog azt mondani, hogy egy Presley a példakép, mert azért tehát vizsgáljuk meg, hogy mi lett ugye az ő életéből. Tehát így azt gondolnám, hogy nem is merném, meg nem is szeretném mondani, de a zeneisége, a karaktere, amit képviselt a színpadon, az szerintem szakmailag mindenképpen egy érdekes történet. Ugye ez a szeretet azért az együtteseiden is meglátszódott, ugye hát nagyon nagy tisztelettel bántál például azzal is, hogy mondjuk a Sárga Taxiban, vagy akármelyik formációról beszélünk, olyan öltözékben jelentetek meg, és ez mindenhol valahogy visszaköszönt ez a korszak. Amikor a Marci az előbb elkezdte sorolni, hogy kikkel játszott együtt, akkor úgy vártam volna, hogy megemlíti, és a Bokával is még annak idején, mert mi zenéltünk egy álomszerű produkcióban a Marcival együtt, és a Marci túl. A Boka Akusztik Bandben és a Boka Bugi Bandben. Ja, azt hittem, hogy nagyon régre gondolsz, mert én amikor 14 éves voltam, ugye a Mentol együttes, a Szakonyi Balázs. Ja, és a Marci is tud arról mesélni, hogy nálam mennyire fontos volt az, hogy fölöltözzenek a zenészek. Tehát én valami van bennem egy ilyen, nem a katonazenész múltam az uniformizálódás miatt, hanem egyszerűen azt, hogy úgy gondolom, hogy amikor föláll egy produkció a színpadra, akkor az tisztelje meg a közönségét azzal, hogy ad egy olyan pluszt is, amitől még érdekesebb tud lenni a dolog, és ráadásul abban a szórakoztató szegmensben, amiben a rock and roll zenészek dolg, hát ott meg az valahogy elvárt, hogy egy kicsit színesebb legyen, egy kicsit túlzó legyen, vagy még látványosabb legyen. Na egyébként ezért ma már viszonylag kevés ilyen autentikus rock and roll műsort válok, mert 25 évesen ez még jó pofának tűn, vagy 18 évesen, ma már egy kicsit így visszafogottabban. De igen, tehát ez szerintem, és egyébként ez egy mindenkori nagyon fontos dolog, hogy a civilt el kell választani a színpadtól. A zenész is civil, polgár, ember lejön a színpadra, és oké, de a színpadon ott a közönséget úgy nézi, hogy ő a zenész, és legyen felöltözve, viselkedjen úgy, és a többi. Hát ebben én egy elég sarkos. Tehát nálam például, ha azokban a formációkban én dolgoztam, ott nem volt divat, hogy a színpadon piálgatunk, meg nem tudom, sörös üvegek, meg így vannak eldugdosva a színpadon, vagy koszos cipőbe áll fel valaki. Egyszer
Kolozsvári Kendivel, akitől a rendezvény szervezés kapcsán rengeteg dolgot tanultam, elmentünk egyszer egy után Siófoki Operett gálára egy közösen, és emlékszem, az ott az első neki, hogy kiszúrta, hogy följött valami, nem tudom, milyen előadó a színpad, és koszos volt a cipője. És akkor én még kölyök gyerek voltam, és hát kölyök, én fiatal kamasz, és hát az úgy örökre megmaradt bennem, hogy nem lehet koszos cipővel fölállni a színpadra. Úgyhogy hát ez így, ezek ilyen minimumok egyébként, tehát én azt gondolom. De igen, öltözködünk a színpadon. Az egyik szerelmed ugye az életedben a több is van. Az egyik a zene és az együtteseid, a másik ugye a rádiózás. Ugye a kereskedelmi rádióban is megfordultál, és ha jól tudom, akkor 2015 óta vagy itt a Médiacentrum berkeiben. Igen. Hát tulajdonképpen szinte együtt jött a kettő, mert 96 környékén kezdtem el kereskedelmi rádiózni itt Fehérváron, és aztán utána egy picit dolgoztam a füredi csatornákon is, most akarom őket agyon reklámozni, de igen, tehát 97-ben pedig megalakult a Sárga Taxi nevezeti zenekarom, tehát így a kettő egy kicsit együtt futott, és igen, tehát a rádiózás az pedig egy olyan szerelem, ami egyszerűen ilyen nem múló és örök történet. Nehéz azt elmondani, hogy miben tud egy ember beleszeretni, tehát hogy mi az, ami szerelemmé válik, amikor beülsz egy szobába, leülsz egy mikrofon elé, meg egy keverőpult elé, és az egy zárt dolog, de nekem mégis abban a pillanatban kinyílik a világ. Tehát ahogy föltolom a pótmétert, onnantól a pali egy kicsit más lesz. Tehát, hogy és akkor ez egy ilyen szerelem, most már nagyon hosszú idő óta, 96 óta ez a történet működik, és hát itt most ugye itt a Vörösmarty Rádióban közszolgáltiskodunk egy picikét. De mindenféle különböző témában igen. Műsoraid. Hát ez egy oldott közszolgáltiság, azért azt mondjuk ki, tehát nem ez a merev történet. Azt hiszem, hogy inkább a közszolgálati előírásoknak megfelelő, könnyed szórakoztató dolog, amit próbálunk csinálni. Nyilván vannak számszerű, szabályszerű és időszerű előírások, amiknek meg kell felelni, de nagyon jók vagyunk. Tehát így nagyon röviden. Ennyi. Mindhárman ugye éltek-haltok a zenéért, de hát mindegyőtök családos édesapa. Picit beszéljünk még erről, most már nagyon elszállt az időnk. Egy-egy mondatban a családotokat mennyire vezénylitek például, ha már egy karmesterről van szó. Otthon mennyire vezényeled a lányaidat? Mennyire jut szóhoz mellettük, körülöttük? És hát ugye, ha jól tudom, ott is van már szánybontogatás. Van. Köszönjük. Marci. Még lesz egy következő kérdése is. Az a helyzet, hogy nyilván célzottan kérdezted, hogy az három lányunk van, és most már pontosan abban a korban vannak, hogy azért már megfelelőképpen hangot adnak a véleményüknek. Én azt szoktam mondani, hogy én ilyen négy nővel élek együtt, de még a macska is lány, tehát hogy nőuralom van. Igen is, meg nem is. De fölhajtja az ülőkét, tehát mert ennyi lány mellett már jön. Egyébként mi jól megértjük egymást, szerintem arra gondoltam, hogy... Hogy ezt elmondod. Nem, ezt nem mondtam volna el. De hogy egy mesélted, hogy 96-ban rádióztál, és képzeld, én is rádióztam 96-ban. Na, igen, mert egyetemi éveim alatt én ugye azért sok minden érdekelt így a zenei területen belül, és nagyon-nagyon érdekelt a rádiózás, és Pécsett a Publikum rádióban két hetente, talán hétfőn este, hétfőn egy jazz magazint vezettem. Óriási. Csak engem nem fogtak meg annyira a pótméterek, úgyhogy ez megmaradt neked, de hogy csak így jó volt erre visszaemlékezni. Na bocsánat, csak annyi, hogy nem gondolom, hogy vezényelni kell. Szerintem tök aranyos, jó fejcsajok, mindenki jól teszi a dolgát. És azért a nyomdokaidba fog-e valaki lépni? Hát már leköröztek, persze. Ketten zenélnek, de nem is azt mondanám, tehát a legnagyobb lányom ő inkább ír, tehát őt az irodalom érdekli nagyon, és újságírás, és tavaly előtt nyert is ilyen diák újságíró versenyen. Középső sporttól, rengeteget korcsolyázik, tehát én nem tudom, én 5 perc alatt megfagyok, amikor ott vagyok a pályán, ő meg órákat van, tehát ez így van jó.
és a legkisebb pedig hegedül. Nagyon, hát most ő éppen most azt mondja, hogy nagyon szeretne zenész lenni. Mindenki kérdezi, hogy én hogy állok ez a kérdés, ezt én hagyom, hogy csinálják. Tehát nekem nagyon jó és pozitív példa a szüleim, akik ilyen nagyon megértően szemlélték az én bolondériájamat a zenével kapcsolatban. Bár apukám mindig mondta, hogy szerint ezt nem kéne csinálni, mert fel fog kopni az állam, de hagyták. Tehát amikor én mondtam, hogy én megyek a művészetibe, akkor azt mondták, hogy hát ha muszáj, akkor menjél. Uh-huh. Úgyhogy én nem szólok ebbe bele, hogyha valamelyik lány úgy alakul, hogy zenész lesz, akkor örömmel támogatom, ha meg más lesz, akkor másba fogom támogatni. Zsolti, nálatok, család, kislány? Nekem van egy gyönyörű szép kislányom, igen, aki, hát most már nagylány, aki 11 éves, és furulyázni tanul. Nem olyan gyorsan, mint te. Óriási kilódások vannak, apa próbálja, és a Marcival már egyszer így érintőlegesen beszéltünk, de szerintem erre sem fogsz emlékezni, hogy... De emlékszel rá? Na, végre. Zongorázni szerintem tudom. De, hogy zongorázni, nyilván, igen. Nem, hogy tehát nagy kilódásaink vannak, mert szerintem tehetséges, de lusta, tehát nem úgy haladunk, ahogy én szeretném. És én nem lögdösöm őt zenész irányba, hogyha mutatkozik majd nála ilyen véna vagy egyáltalán, akkor persze, de nincs ilyen presszió rajta, úgyhogy így ennyi, nagyon szép, tehát tiszta apja egyébként, tehát nem, tehát tiszta édesanyja, és igen, és ja, is van egy anyukája, aki pedig az én feleségem is. Ez így kerek, igen. Marci, nálatok, ha jól tudom, kisfiad már azért űzi. Igen, ő 8 éves, nyáron lesz 9 éves. Én úgy látom, hogy nagyon-nagyon tehetséges, tehát nagyon jó füle van, most basszusgitározik, már egy éve azt kapott tavaly születésnapján, és tényleg nagyon ügyes, borzasztó jó füle van, gyorsan tanul. Ami a nehézség, hogy, és igazából nem akarom ezt erőszakolni, hogy tőlem abszolút nem fogadja el. Tehát, hogy ha otthon is valami van, és abba, pedig tényleg a legnagyobb türelemmel, jó indulattal, se tudom, hogy menjek le oda az ágy alá, hogy bocsánat, hogy próbálok segíteni, de nem. Tehát behúzza a féket, és nem, hogy nem, ő azt tudja, ő nem mondja meg neki, de hogy nyilván jár tanárhoz, ott nincs ezzel gond, de hogy gyakorlás közben egyszerűen nem fogadja el valamiért, nem működik ez, hogy én. Aztán lehet, hogy ez később változik, de és a nagybátyától? Tőle sem hát fogadja? De tőle azért elfogadja, nyilván tőle. Ott teljesen volt, amikor mondta a bátyám, ugye volt az online tanítás, ugye sokat volt itt nálam Fehérváron, és online tanultunk, és semmi, hát nem akar tanulni. Mindig ment a hiszti, és ugye mondatot kellett írni, és ezt a mondatot találtam ki, hogy a fű zöld, és neki járt hisztizni, hogy ő ennyit nem hajlandó leírni. Mondom, hogy te ennél rövidebb mondatot nem tudok, nem is ez a lényeg. Ment a bátyámhoz, múltkor ő ment érte, ugye én elvártam, és ő egyébként Komlón lakik hétközben, és hétvégén van itt, és a bátyám hozta vissza, és elvitte hozzájuk, és ahogy odaértek, a bátyám mondta, hogy be se értek szinte a házba, és mondta neki Ável, hogy hú, nekem van nagyon sok leckém, hogy most meg kell csinálni, hogy ne kelljen vasárnap már tanulni. És akkor ezt így mesélte nekem a bátyám, hogy figyelj, ez nem az a gyerek valami félreértő, az életében ilyet nem mondott. Tehát, hogy ott teljesen máshogy viselkedik, és nyilván a gyerekek ilyenek. Én is kisgyerekkoromban otthon nem ettem meg a spenótot, de átmentem a szomszédba, ott jó ízre megettem. Ez így van jól. Én remélem, hogy fogunk tudni együtt zenélni, és az is lehet, hogy egyszer majd a segítségét is megfogadja, vagy meghallgatja tőle. Hát fiúk, köszönöm szépen, hogy itt voltatok és meséltettek, elszállt az időnk, de reméljük, hogy fogunk nagyon sokat hallani még rólatok. Hát a Tomi önmagában maradtunk, tehát igen. Igen. Kívánom, hogy nagyon sokat tudjatok a jövőben zenélni, örvendeztessetek meg minket, hallgatókat, és további sok sikert kívánok nektek. A Sárga Taxi Szimfonik. Ez a következő találkozunk. És köszönöm szépen. Igen. Köszönjük szépen. Önöknek pedig köszönjük a figyelmet, tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!